A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Szerencsi Görög Katolikus Egyházközösség csatlakozott a Házasság Hete nemzetközi rendezvénysorozathoz. Ebből az alkalomból hívták meg Szerencsre február 16-án előadást tartani Makkai László, görög katolikus lelkész és pasztorálpszichológust. A rendezvény résztvevői Csajoszki Szabolcs Szerencsi görög katolikus parókus köszöntötte, majd kiemelte, hogy a világjárvány miatt az elmúlt 2 évben nem tudták ezt a programot megszervezni, azonban idén nagy örömmel készültek a Nemek háborúja és tartós békéje című előadásra. A helyi parókus elmondta azt, hogy erre a rendezvényre meghívták azokat a házaspárokat, akik idén ünneplik a 25. vagy éppen az 50. házassági évfordulójukat, hiszen ők jó példaként állhatnak a fiatalok előtt. Csajoszki Szabolcs görög katolikus parókus szólt arról, hogy a házasság hete a világ 21 országában jelenlévő esemény, amelyet civilek indítottak el, az egyházak pedig csatlakoztak hozzá, mert megtalálták a maguk szerepét, küldetését benne. Makkai László a női és a férfi szerepek különbségéről, a különböző agyféltekéjük működéséről beszélt. Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy a házasságnak megvannak a nagyon szép értékei, megvannak azok a pontjai, ami miatt érdemes akár a fiataloknak elköteleződni a házasságkötés mellett. Mindenféle kutatás és mérés azt prognosztizálja, hogy azok a személyek, akik párkapcsolatban élnek, vagy szentségi házasságban, sokkal stabilabb a kapcsolatuk, sokkal biztosabban vállalnak gyermeket, kiegyensúlyozottabban élik az életüket, hiszen van társuk. László atya elmesélte az életből vett történeteket, amelyek abban nyújtottak segítséget a résztvevőknek, hogy hogyan kerüljék vagy oldják meg a stresszes helyzeteket a házaspárok vagy a párkapcsolatban élők.